A hibátlan teljesítménnyel rajtuló Victoria FC az újonc Budapest Honvédot fogadta a Simple Liga negyedik fordulójában. Természetesen azon kívül a saját kis játékunkat és a játékosainkat építjük, ezen kívül az aktuális ellenfélből mindig nagyon felkészülünk, elemezzük az előző mérkőzéseiket, és hát tudtuk nagyon jól, hogy az eddigi bajnokinkhoz, az ellenfeleinkhez képest a legerősebb csapattal fogunk ma találkozni, akik rengeteget futnak, akik labdabiztosak, akik taktikailag is szervezettek és jól felkészítettek. Újonc csapat vagyunk, sok új játékos érkezett nyáron. Az edzőnk folyamatosan abban a szellemben készít fel minket, hogy már magasan kezdjük meg a letámadást, labdavezetésnél azonnal támadjunk vissza, és ha lehet, akkor pillanatokon belül újra mi kezdeményezzünk. Ez szerintem nagyon jó, nekem nagyon tetszik, mert sok csapat inkább kivárásra játszik, mi viszont megyünk előre, sokat futunk, és ez a megfelelő út a győzelemhez. Good way to win. Azt gondolom, hogy ez mind a két csapat egy olyan csapat, aki szeretne focizni és játszani szeretne, szóval nyilván mind a kettőnknek hasonló volt a játék stílusa. Aktívabban kezdte a mérkőzést a fehérben futballozó vendégcsapat. Az 5. percben a nagy bedobás után ugyan elsőre úgy tűnt, hogy felszabadít a Victoria védelme, de a labda visszakerült a 16-oshoz, a lövést viszont magabiztosan védte Svírján Dóra. Három perccel később egy távoli szabadrúgással válaszolt a Victoria. Varró Veronika kísérlete nem okozott gondot Schildkraut Fruzsinának. Ez már a mérkőzés 25. perce. Egy hosszú indítással Josirene de Jesus lépett meg, majd a bal lábára cselezett, de a lövés lepattant a blokkról, mint ahogy az ismétlés sem jutott el a kapuig. A 35. percben jött a mérkőzés egyik legvitatottabb jelenete. A vendégek brazil védője rálépett a labdára, amire így Nagy Dorottya próbált meg lecsapni, de Silva visszarántotta. A lecsorgót ugyan Kislantos Hanna a kapuba gurította, de addigra Alafi Beatrix játékvezető már megállította az akciót, és sárga lapot adott a kispesti játékosnak. Az első félidő hátralévő részében inkább a Victoria volt valamelyest veszélyesebb támadásban, de gól nem született, így 0-0-val vonultak szünetre a csapatok. A második játékrész csak úgy, mint az első kispesti lövéssel indult a mérkőzés. 47. percében a szabadrúgást magabiztosan védte Svírján kapus, az ismétlés pedig céltévesztett. Pár perccel később Kis Anita ívelt fel egy labdát, ami végül eljutott az ötösön belülre, de Schildkraut önfeláldozóan vetődött ki, így maradt a gól nélküli döntetlen. Ezt követően leginkább a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok. A 74. percig kellett várni a következő kísérletre, amikor is Szil tündelődött az oldalhálóba. A hajrában egy hosszan előrevágott labdára Kislantos startolt rá, aki ugyan elsőre a földre került Hreja mellett, de a szombathelyi csatár azonnal felpattant és végül zicserben lőhetett, a vendége kapusa azonban hatalmas bravúrral lábbal védett. Helyzeteket igen, gólt viszont nem hozott a mérkőzés, így a végeredmény a Haladás Sport Komplexumban Victoria FC Budapest Honvéd 0-0. Akár a helyzetek számát nézzük, akár azt, hogy azért számon kérhetünk a játékvezetőn, vagy két 11-es, vagy egy 11-es és egy gólt, piros lapot mindenképpen, akkor azt gondolom, hogy megdolgoztunk ezért a három pontért. Már két hete készültünk a Honvédra, ugye nekünk elmaradt a Fradi elleni bajnokink a Ferencváros BL kötelezettségei miatt. Úgyhogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, és ez engem egy kicsit bosszant ilyenkor, amikor a külső körülmények akadályoznak meg bennünket abban, hogy győzzünk. We want to win all of the matches. Minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Éppen ezért a döntetlen miatt most picit szomorú vagyok, ahogy a lányok is. Azért azt gyorsan hozzáteszem, hogy az egy pont is több, mint a semmi. Mi a szószoros értelmében játszani akartunk, hogy úgy mondjam, focizni a labdával. Az ellenfelünk pedig csak kivárt, hogy mit csinálunk, és arra próbált reagálni. And the opponent only wait what we do on the pitch. Nagyon sokat küzdöttünk, szerintem mind a két csapat nagyon nagyot hajtott, és nagyon nagyot küzdött. Igen, szerintem fárasztó meccs volt. Maradt bennünk egy kis hiányérzet a meccset illetően, tehát abszolút a három pontért jöttünk.
Azt gondolom egyébként, hogy jól játszottunk ma, és megpróbáltunk küzdeni, és szerintem ez nagyon jól sikerült, de örülünk az egy pontnak természetesen, de jobb lett volna egy győzelem. Az első félidőben volt egy bírói hiba, amit vagy piros lap kellett volna kövessen, vagy akkor tovább engedi és gól. Az azért sokat számított volna. Másik félidőben is voltak kontráink. A másik csapatnál volt egy bravúr, kapus bravúr. Igazából ezt tudom így mondani, hogy kontrákra játszottunk inkább, és az jött ki. I think we played good, like opponents. Jó mérkőzést játszottunk, de az ellenfelünket is dicséret illeti meg, még úgy is, hogy szerintem több mint egy pontra szolgáltunk rá. Fiatal csapat vagyunk, ráadásul újonc az első osztályban, mindent egybevetve, szerintem jó úton járunk a legjobbak között. Right way to go in the first league. A Budapest Honvéd legközelebb a címvédő Ferencvárost fogadja, míg a Viktória, a másik újonc, a Pécs vendégeként lép majd pályára az ötödik fordulóban.